most már csak további 1500 média fogja szajkózni a Fidesz hazugságait, megszűnik az Etho TV, derült ki egy a TV honlapjára felkerült közleményből. Pontosabban nem is megszűnik, hanem beolvad nagy testvérébe, a Hír TV-be jelentették be a csatorna hétfői állományi gyűlésén. A közleményt szó szerint közöljük. Az alapítványi tulajdonba került gazdasági társaságok esetében számtalan, a költséghatékony és optimalizált működést lehetővé tevő változás indult meg 2019-ben. A két televíziós társaság tulajdonlásában, működésében, műsorainak tematikai hasonlóságában, valamint célközönségében rejlő szinergiák maximális kihasználása érdekében, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumának határozata értelmében, az alapítvány korábban megfogalmazott céljaival összhangban az alapítvány az alábbi közleményt teszi. Etho Hungária TV televíziózási, kommunikációs és szolgáltató zárt körű részvénytársaság és a Hír TV műsorszolgáltató és hirdetés szervező zárt körűen működő részvénytársaság átalakul, mégpedig olyan formában, hogy az Etho TV beolvad a Hír TV-be. A cégjogi beolvadásra tekintettel a kuratórium döntést hozott arról, hogy az Etho TV, független televíziós társaság műsorszolgáltatása 2019. Április első napjától megszűnik az Etho TV meghatározó főbb műsorai, a jelzett időpontot követően a Hír TV csatornáján lesznek elérhetők. A Hír TV értékrendje, profilja változatlan marad, ugyanakkor a beolvadásban rejlő lehetőségeket kihasználva a műsorszolgáltatás színesebb, tartalmasabb, jobb technikai színvonalon megvalósított lesz. Ismeretes, az Etho TV jó 15 évvel ezelőtt alapította Széles Gábor jobboldali médiaguru, aki a Magyar Hírlappal karöltve sokáig Orbánék második médiávonalát jelentette Simicska Lajos Magyar Nemzete és Hír TV-je mögött. Simicska és Orbán összeveszése után azonban változott a helyzet, Széles eladta a csatornát Mészáros Lőrincnek, aki megpróbálta felépíteni új Hír TV-t az Etho TV-ből. Ez nem nagyon jött össze, a nézetség a béka feneke alatt maradt, még a 70-es évekbeli dizájn űrállomásra való lecserélése után sem nőtt számottevően. A harmadik kétharmad és Simicska kapitulációja után aztán visszafideszesítették a Hír TV-t és a Magyar Nemzetet, így a helyükre gründölt Etho TV és Magyar Idők feleslegessé vált. Sorsuk megpecsételődött. A hírek szerint a döntés mögött puszta anyagi okok állnak, Orbán megelégelte, hogy felesleges pénzeket tolnak a párhuzamosan ugyanazt szajkózó médiákba.